Így szállítják a Városgondnokság szakemberei a vizet Székesfehérvár különböző területeire, hogy aztán meglocsolják a fiatal fákat és növényeket. A napokban tapasztalható extrém meleg és száraz időjárás miatt városszerte folyamatos az öntözés. A Városgondnokságnak a kertészeti szakemberei menetrendszerint ütemben folyamatosan járják körbe a várost, és ugye öntözik az újonnan telepített fákat. Itt a helyszínen is lehet látni, ahol öntözőzsákokat alkalmazunk. Ugye ennek az a jó hatása, hogy a víz lassabban csorog le a gyökérzónába, ugye nem a közvetlen a tányérba van öntve az öntözővíz, mert úgy sokkal hamarabb szétszéled. A Városgondnokság a lakosság segítségét is kéri a növények gondozásában. A fiatal fákra kellene ezt most kiélezni, hogy akár naponta, két naponta egy-egy kanna vizet borítsanak rá a fa tövére, és ugye ezzel azért tudunk segíteni az úgymond életben maradásba, mert hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon nagy a szárazság. A száraz időjárás még jó pár napig eltart, az előrejelzések szerint leghamarabb a jövő hét közepén számíthatunk csapadékra.